A beszélgetést ott folytatom Dobrovani Lászlóval, hogy ebben a csodálatos fényben megindult és elérkezett az ő kísérő családtagokkal egy olyan rétre, ahol minden virág, és ami még ott jelen volt, fűfa, stb. Úgy élt, ahogy azt mi nem tudjuk elképzelni. Ugye ez? Itt tartottunk, hogy itt aztán végül is mi történt, amit valamilyen módon mégiscsak át lehet hozni, le lehet képezni, és mégiscsak a mi szókincsünkben van rá valami hasonló, mintha. Mi történt ott? Az a legfurcsább az egészben, hogy amikor megpillantottam azt az egészet, olyan fény ölelt át, olyan fénybe kerültem, ahol minden egyes molekulám benne volt valami egészben. Ah. Ami annyira igaz, hogy én nem tudtam azt mondani, hogy én most tovább tudok menni, mert olyan dolgokat hoztam magammal, amit nem vihettem be. Aha. Olyan dolgokat hoztam az életemben magammal, vagy az életemből magammal, ami nem odavaló. És mert csak addig lehetett menni. Én nem tudtam tovább menni. Igen. Aha. Tudtam, hogy itt meg kell állni, és számot kell, hogy vessek a saját életemmel. És ezt akkor ennyire tudatosan tudtad? Igen. Jaj, de érdekes. Na, mesélj is. És abban a pillanatban, hogy tudatosult bennem, hogy ide nem hozhatom be a szeretetlenség. Igen. Abban a pillanatban az egész életem minden egyes pillanata újra megjelent előttem, és nem úgy, mintha egy tévé lenne, vagy egy mozi lenne, és én kívülállóként nézem, hanem újra át kellett élnem minden egyes pillanatát az életemnek. És az azért furcsa, hiszen itt a Földön közben nem telt el annyi idő, hiszen 25 évet kellett letennem. Akkor annyi voltál, 25 éves földi évben. Aha. És mi történt, mikor ezt úgy elkezdted de, nézni azt a 25 hát, évet? Hát úgy rákértem minden egyes pillanatát, gondolatban, szóban, cselekedetben és mulasztásban. Húha! És ez nagyon kemény volt. És ezért nem tudtam tovább lépni, hiszen olyan dolgokat hoztam magammal, ami abban a szeretetben félelem és szeretetlenség. Nem ment tovább. Nem tudtam tovább vinni azt, amit én úgy gondoltam, hogy ez jó, pedig ott tudtam, hogy nem jó. De ez csak ott tudatosult benned, hogy... Ez csak ott tudatosult benned. Korábban is azt mondták, hogy én milyen jó ember voltam, és úgy derült ki, hogy ez mennyire nem igaz. Aha. Tehát ott egy tökéletesen más mércével mérnek, és érdekes, ahogy belekerültél abba a helyzetbe, te rögtön magadtól tudtad, senki kívülről nem senki mondta. Senki nem mondta, hogy ennyi így kellett volna csinálni, hogy így kellett volna csinálni, hanem belülről jött. Felismerés. Mert hogy minden egyes porcikám az a szeretet volt akkor. Aha. És felismertem azt, hogy gondolatban hol ártottam, és hol nem kértem a gondolatban elnézést, szóban mit mondtam másoknak, mennyire próbáltam tanácsot adni. Aha. Szerintem a másik hogy kell, hogy élje a saját életét. Aha. És bizony tette olyan dolgokat is, amik nem jók, amik nem szeretetből voltak. Tehát ahol te jártál, ott az agape, az az isteni szeretet volt az uralkodó érzés, és azzal a mércével te rögtön tudtad, hogy az eddigi kis 25 évedet kell visszamenőleg. Számot kell vetni vele. És minden egyes pillanatával el kell számolnom. És azok a lelkek, akik kísértek, pedig azért voltak ott, mert hogy volt elszámolni valónk egymásra. És azt ott meg tudtad valamit ebből le tudtál rendezni? Igen. Hű, hát ez nagy izgalmas. Igazából szerintem erre szokták azt mondani, hogy ez a tisztító tűz. Hiszen az ember belülről érzi, hogy azt kell mondanom a másiknak, hogy ezt én nem jól gondoltam annak idején, amikor ezt mondtam neked. Ezt én nem jól tettem annak idején, hiszen nem a szeretet vezérelt. Igen, amikor igen. Én ezt mondtam, ezt gondoltam. És akkor előálltak ezek a rokonok, stb. És akkor te meg tudtad tenni? Mindenkivel.
Húha! És az volt a legnehezebb, amikor arra került a sor, hogy akik még élnek lelkek. Az is fölmerült. Igen, és nem tudtam, hiába mondtam neki, hogy de én szeretnék elszámolni veled, hogy azt se tudta, hogy mi történt velem abban a pillanatban. Hiszen 30-40 kilométerről voltam ott attól a lélektől, és hiába mentem oda hozzá, és mondtam, hogy nagyon jó lenne, hogy... És én annyira szeretlek. Ácsi. Édesanyám, amikor kint kapált a kertben, ő nem érzékelte, hogy... Nem érzékelte, hogy te szellemtesbe ott állsz mellette, és mondod. Onnan oda ez nem működött, ezt valójában azért kellett visszajöjjön, hogy ebben a testben meg tud vele beszélni. Jól értem? Igen. Illetve nem tudom, hogy miért kellett visszajönni. Hát ezért is, és azért is, hogy minket valahogy rávezess arra, hogy tényleg ne féljünk. Hát Jézus úr mindig azt mondta, azzal kezdte, hogy én vagyok, bejelentkezett, én vagyok, ne féljetek. Ez mindig a második mondat, hogy ne féljetek. És még mindig 2000 év óta is rettegünk. Félünk, és különösen a haláltól, hát attól rettegünk, és ha lehet, akkor nem halnánk meg. A jó hír az, hogy nem kell meghalni. Az ember transzfigurálódhat is, akinek ez van megírva. De te ott akkor, tudván, hogy ott állsz a legnagyobb szeretetben, akik már ott vannak, jobb létre szenderült rokonok, azokkal sikerül lerendezni ezt a bocsánatkérést, és akkor kiszállsz onnan, lejössz a földre, szellem-lélek testbe, hogy anyukával is elintézd. De ő ezt nem... Igen, de ők nem érzékelték. Ők ezt nem érzékelték. De te tudtad, hogy ők ezt nem érzékelik? Akkor már tudtam, mégis megpróbáltam. Mert igen. Én azt tapasztaltam azokról a lelkekkel, akik körülvesznek, igen, hogy nagyon jó dolog az, amikor meg tudok bocsátani a másiknak, vagy ő meg tud bocsátani nekem. Igen, és gyorsan mindent be akartál gyűjteni. Azt is, ami még csak itt van, igen, nem, azt nem engedték. Az már nem volt megengedve. Azt onnan nem lehet itt. Amit itt kell elintézni, itt kell elintézni. Ezt tapasztaltam, igen. Tehát akkor az valóban egy más világ, ami fölöttünk van, és rálátáson erre, innen viszont csak sejtésünk van arra. Igen. Emlékszem, amikor 91-ben hazajöttem, az első rádió interjúm, az a Más világ című, annyira megdöbbentem. Más világ volt, egy ilyen műsor. Más világ, és abba kerültem be, és akkor megcsapott az, hogy én Magyarországon már ilyesmiről lehet beszélni, mert amikor elmentem 67-be, hát világ, hát nem normális, a hülyeségeket beszél, mondták. De hazajök is a rádióban, Kossuth rádióban volt egy ilyen műsor, hogy Más világ. Tehát akkor az a Más világ üzent nekünk általad, aki tulajdonképpen egy rendező ember vagy, filmrendező ember vagy, ne tartsuk titokba, és akkor megmutatták neked, hogy te rendezgesd itt el a Földön azokat az embereket, akik félnek, és adjál nekik egy olyan híranyagot, amitől azt mondják, hogy ja, hát ez a hírtévés ember, ez már tudja, mert ő már ott volt, nem? De akkor én nem tudtam, hogy ez a feladatom, hiszen én azt tapasztaltam, hogy akkor, amikor mindenkivel elszámolok, akkor édesapám maradott mellettem, aha, és azt mondta, hogy neked még van egy kis dolgod, de egyedül kell mennem. Uh-huh. És akkor volt az a pillanat, amikor én nem tudom, hogy mi történt igazából. Van egy pillanat, amit nem tudok hova tenni, hiszen előtte is volt, utána is van. Igen. És ott úgy kiesett valami egy pillanatra. Igen. Vagy ezer évre, vagy nem tudom, nem itt tartott ez az egész. Igen, és akkor? És amikor újra azt tapasztaltam, hogy van akkor egy olyan, nem tudok más mondani, hiszen ebben a kultúrkörben élek, hogy egy olyan isten élményt tapasztaltam, uh-huh, ami ahhoz képest, ami eddig is tartott, uh-huh, még ellenszámoltam a saját életemmel, uh-huh, semmi ahhoz képest, hiszen abban van az a van. Aha. A múlt, a jelen és a jövő. És minden, az és az örökké minden valóság. És mindenki benne van, és rajta kívül senki, és semmi nincs. Hú. És akkor azt mondod, hogy nem tudod, hogy mi a dolgod. És ott álltam. Uh-huh. És annyira gyönyörű volt, hogy először éreztem azt, hogy én hazaérkeztem valahova.
Uh-huh. Na látod, ez az én dolgom, hogy a hazatérésre buzdítsam az embereket. Mindegy, hogy most az világvége, vagy ilyen elhalálozás, vagy baleset, vagy akármi, de hogy érezzék, hogy mi nem erről a világról valók vagyunk eredetileg, hiszen mindenkiben van egy ilyen ős, eleven vágy oda hazatérni, nem? Mondjuk is, hogy oda-haza. És te ott akkor ezt láttad? Ami itt van, igazából. Igazából itt van, de ez olyan, hogy tudjuk azért, hogy ez a sűrű, röghöz kötöttségű állapotunk. Ez annak a része. Ez része, de ez a hús lefejtődik. Hát most jön a húsvét, állj már meg. Hát elvétetik a hús, és akkor marad az a test, amiben ezt a sok gyönyörűséget megélted, nem? Igen. Hát arról szólt az a húsvét. Nem arról szólt, hogy én tudjam, hogy feladataim vannak. Bizonyám. És azért nem léptem tovább, mert nem ott van feladatom, nem. Hanem még itt van feladatom. Pontosan. De hogy miért kaptam ezt a kegyelmet, ezt tényleg nem tudom a mai napig, hogy miért pont felem történt. Hát azért, hogy ezzel gazdálkodjál ezen a földön, ezt oszd meg. Igen. Mert akkora a félelem a világban, nem látod, hogy az emberek rettegnek, és leginkább a haláltól félnek. Mert a teljességről még csak fogalmuk sincs. Azt mondta a mi úrunk, a Jézus, hogy azért jöttem, hogy teljes életetek legyen. És nekünk fogalmunk nincs, hogy mi az, hogy teljes élet. Na, te neked adatod. Beláttál, ott voltál, megtapasztaltad, és azt mondták, hogy na most akkor eredj oda, ahol félnek, rettegnek. A frászok jön rájuk, amikor arról beszél valaki, hogy halál, mert azt úgy gondolják, hogy valaminek vége van. Holott az egy kapu, vagy egy ajtó, vagy egy ablak, vagy valami, amin küszöb, amin keresztül kell lépni. És akkor te azt mondod, hogy nem tudod, hogy mi a dolgod? Igazából nem kellene erről beszélni, hiszen mindenki kell, hogy tudja. Nem tudják, hát erről szól a történet, hogy azt mondta Jézus, hogy én elmegyek, hogy helyet készítsek számotokra, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek, de elküldöm néktek a vigasztalót, aki majd mindenre emlékeztet titeket. Hát akkor téged azért küldött vissza, hogy emlékeztessél, hogy félni pedig nem kell. És ezt onnan tudom. Na tessék. Mert amikor megtapasztaltam, hogy mit tettem, akkor mindig onnan kezdődött, hogy én azt gondolom a másikról, hogy ő azt gondolja róla. Belőlem indul ki. És aztán visszaszáll. És minden szeretetlenségem az félelem volt. Uh-huh. Mert én attól tartottam, hogy... Igen. És bármivel be lehet helyettesíteni. Persze. És mivel ezt megtapasztaltam, hogy én sokkal több vagyok annál, mint aki ebbe a bizonyos testbe belefér. Uh-huh. És azt tapasztaltam, hogy az én életem attól, hogy a testem elhal, uh-huh. még nem ér véget. Milányos. Ezért azt tudom mondani, hogy van. Hát ez az. Ez az a létminőségi váltás, amiről én 20 éve beszélek itthon, hogy emberek, nem ennyi. Nem ennyi, hogy itten megszületünk, eszünk, iszunk, gyerekeket csinálunk, azokat neveljük jó, rosszul, ahogy gondoljuk. Nem ennyi. És ezt te megtapasztaltad, hogy mi az, ami ezen túl van, és hát igenis kötelességed velünk szembe, ezt elmondani, hogy ne féljünk. Mert addig, ameddig nincs ilyen hiteles ember, aki megjárta ezt a bizonyos hadakutyát, amit te megjártál, hát addig persze, hogy rettegnek, félnek. Azt is tapasztaltam még, hogy ez sokkal egyetemesebb, mint ahogy mi gondoljuk. No, mondjad. Mert nem kell, hogy valaki higgyen Istenben, most komolyan mondom, mert ha egész életét szeretetben éli, igen. És nem árt, megbocsát és segít, uh-huh. Nem kellett, hogy halljon Jézusról, nem kellett, hogy halljon a Bibliáról, hiszen hány keresztény ember él a Földön? 800 millió, 1 milliárd? Így van.
De ha Pápua-Guineára elmegyek, vagy Dél-Afrikába elmegyek, ott is ugyanazt kell, hogy jelentse azt, világos, amit én megtapasztaltam. Ebben tökéletesen és nem kell azt mondani az embereknek, hogy ne félj, mert nem tudom kiírtani senkitől a félelmet, hanem azt tudom neki mondani, hogy gondold át az életedet, mennyire éled szeretedbe. És akkor jön az, hogy ha tudod, hogy ki senkinek, igen, még magamnak sem. Uh-huh. Megbocsátok mindenkinek, még magamnak is. És ott segítek, ahol tudok, még magamon is. Tehát minden belőlem indul ki, és kell tudnom, hogy hol van az a határvonal, ahonnan a másik kezdődik. Uh-huh. Tulajdonképpen akkor arról szól az egész világ mindenség, hogy a láthatatlan világban mi, mint személyiségek, mint egy kicsi sejt, mindenki, úgy veszünk részt, ugye? Igen. De azok a sejtek tudatosak, és mindig mindenre, mindenre emlékeznek. Hát ez a döbbenet, ez tényleg valami olyan tapasztalás, amit nem lehet elégszer hallani, hogy hozzászokjunk, hogy mi vár ránk, amikor már ez nincs. Mert azért nézzük híreket, stb. És azért az elég félelmetes, amit ott látni lehet. És akkor nem csoda, hogy az emberek félnek, de ha előállsz és elmondod ezt, amit itt most elmondtál, akkor tulajdonképpen valami mérhetetlen hálával gondolunk arra a mind én hatóra, hogy a gondviselésbe betartozik az, hogy 25 évesen te egy olyan autóbalesetet csinálsz, amilyen megvan írva a nagykönyvbe, megtagadod az Istent, mindent, mert elvette apukádat, mikor 13 éves voltál, és akkor egyszer csak puff, kiszállsz a testedből, találkozol apukával. Hát azért ez azért... És az a furcsa az egészben, hogy hiába tudtam, hogy mi történik, hát azóta sem éltem mindig úgy az életemet, ahogy ott láttam, hiszen ártottam embereknek. Azóta is. Azóta is, persze. De azért bocsánatot is kértél, bocsánatot aztán. Bocsánatot kellett kérnem, mert... Nagyon helyes. Mert nem tudtam volna azóta másképp tenni. Na, hát ez is egy óriási üzenet, hogy tulajdonképpen nem elég erről csak szép szavakat mondani, azt meg is kell tenni. Meg kell tenni, oda kell állni a másik elé, és azt kell tudni mondani a szemében, ez, hogy ne haragudj rám, hiszen olyat mondtam, olyat tettem, ami nem volt a szeretettel. Igen, akkor úgy gondoltam, de most... Tovább léptem. Nagyon izgalmas. Hát én nem tudom elmondani, hogy mennyire élvezem ezt a mai napi beszélgetést itt veled és újra, és azt hiszem, hogy még nagyon sok helyre foglak ajánlani. Akár ilyen két emberes, akár sok-sok emberes beszélgetést, mert én abban hiszek, hogy ez a fajta jó hír, nem véletlen, hogy hírtévés. De most már elmondtad, hogy neked csak jó híred van, mert ez igazán jó hír. És valóban egyre többször és több helyen kellene mondani ezeket a jó híreket, és ennek az adásnak az is a célja, hogy csiklandozza elő még azokat a nézőket, akiknek van ehhez hasonló élményük, hogy most már lehet erről is beszélni. Gondolom, nagyon örömmel hallották ezt a jó hírt mindkettőnktől, és szeretettel elbúcsúzom a Lélek TV adása részünkről befejeződött. Köszönöm neked is. Köszönöm a meghívást.